Tavaly közel 1000, vagyis naponta átlagosan majdnem 3 gyalogos gázolás történt az ország útjain, a zebrákon vagy azok közelében, ennek nagyjából a fele Budapesten. A hivatalos nevükön kijelölt gyalogátkelő helyekre vonatkozó jogszabályok több mint 30 évesek, így mára elavultak, ahogy sok esetben maguk a zebrák is. Az országgyűlés egyik független képviselője ennek a problémának ment utána, hiszen a 80-as évek óta jelentősen megváltozott a helyzet több tekintetben is. Akkor még jóval kevesebb autó volt, és nem volt mobiltelefon, amit nyomkodtak volna a járművezetők a volán mögött ülve. Székely Sándor Zebra Minimum nevű kezdeményezése azt a célt tűzte ki, hogy rövid és hosszú távon is jelentősen kevesebb ilyen baleset legyen. A politikus javaslata több dologra is kitér. Először is, hogy legyenek 30%-kal világosabbak a gyalogos átkelőhelyek. Ugye ilyen pillanatban olyan is van, ahol nincsen lámpa a gyalogos átkelő hely előtt. Aztán az, hogy jóval előtte le kelljen, hogy lassítsanak az autók, tehát gyorsaságkorlátozásra, ezen kívül, hogy legyen sokkal jobban kitáblázva, tartalmazza a zebra minimum alternatív megoldások behozatalát is, mint például okos zebra. Nyíregyházán az elmúlt lassan 2 évben több mint 1 tucat ilyet telepítettek. A képviselő egy mobiltelefonos megoldást is megemlített, ami mind az autósokat, mind a gyalogosokat figyelmezteti a zebrához közeledve. Nyíregyháza város gondnoka szerint a gyalogátkelő helyekre jelenleg is szigorú szabályok vonatkoznak, de nem eléggé. Bordás Béla hangsúlyozta, noha a zebráknál a gyalogosnak elsőbbsége van, neki is meg kell győződnie, biztonságosan lelépnie az úttestre. Az autósok ugyanis sokszor késve reagálnak, és pillanatok alatt megtörténik a baj. A legtöbb ilyen baleset egyébként az osztott pályás útesteknél történik. A szakemberek fontos dologra hívják fel a járművezetők figyelmét. A kijelölt gyalogátkelő helyet fékkészenlét állapotban közelítsék meg, hogy váratlanul is meg tudjon állni a gépjárművezető. Meg lehet figyelni, laikus is megfigyelhető, hogy telegázzal mennek a gyalogátkelő helyen a járművezetők, tehát lehet hallani, hogy bőg a motor, a gépkocsi teljes fordulaton megy, hogy ilyenkor levesszük a gázról a lábunkat, fékkészenlét állapotban haladunk. A szakértők mindig egyet mondanak, 17 és 35 kilométeres sebességgel kell megközelíteni a gyalogátkelőhelyeket, amikor gyalogos mozgás van, mert abban a sebesség határban képes a jármű, hogy megálljon, optimális látási és útviszonyoknál. Korlátozott látási viszonyoknál vagy vízes útburkolaton ehhez még kisebb sebesség szükséges. A városgondnok hozzátette a sebességkorlátozásra vonatkozó táblákat, ahogy a többit is mindig vegyék figyelembe a járművezetők a zebrához érve, és számítsanak hirtelen felbukkanó veszélyre. A zebra minimum javaslatait egyébként a kormánypárti politikusok és az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának közlekedési albizottsága is támogatja. Jelenleg a jogszabályváltoztatások előkészítése zajlik, a parlament elé ősszel kerülhet az ügy.